A mi tapasztalatunk színháziak tapasztalata, szervezők tapasztalata, hogy nagyon-nagyon sok mosolygós, nevető, boldog arcot láttunk, és ez minden fáradtságért kárpótol. Mi mindent megtettünk megint, nyugodt lelkiismerettel vágtunk bele a fesztiválba. Az borítékolható volt egy picit, hogy talán a műsor még dúsabb, a felhozatal még gazdagabb, hiszen volt egy kicsivel több pénzünk, amit külföldi fellépők meghívására fordítottunk. És hát ami a legnagyobb pozitívuma, úgy tetszik, hogy az égiek is ennyire mellénk álltak, hiszen egy csepp eső is alig esett az egész héten, illetve a 9 nap alatt. Furcsa módon ez nem mondható el az ország más területeiről, hihetetlen szerencsénk volt. Valószínűleg ott fent is tudják, hogy mennyire fontos az itt élőknek egy ilyen típusú népünnepély, nem egyszerűen egy összművészeti fesztivál, hiszen ez egy klasszikus görög értelembe vett népünnepély szándékaink szerint, amit azt hiszem, hogy sikerült is megvalósítanunk. Itt tényleg korra, nemre és társadalmi állásra tekintet nélkül együtt szórakozhatnak az emberek, nem gondolkodva azon, hogy vajon mi mennyibe kerül, hiszen a közel 400 program 90%-a ingyenes, és hát ami ugye nagyon nagy eredmény, hogy ilyen színvonalas világzenei program, gondolok itt a magyar előadó művészet krémjére, és ezekre a külföldi sztárvendégekre, akik vagy még soha nem voltak Magyarországon, vagy egyetlen este látogattak el ide hozzánk Nyíregyházára, ez példa nélküli, tehát nem véletlenül volt annyi vendégünk Pestről, egy praktikusan gondolkodó család leül konyhaasztalhoz a kockáspapír fölé, és megnézi azt, hogy mennyiért tud elmenni Pesten egy koncertre, milyen borsos belépőjét kell kipengetniük, és akkor azt mondják, hogy négyen elmegyünk a Vidor Fesztiválra, Nyíregyházára, és benzin, matrica, akár ittalvás, két étkezés, még mindig olcsóbban kijövünk, mint hogyha elmennénk 12-16 ezer forintért egy-egy ilyen koncertre. De nem is a vendéglátás itt az elsődleges, ez is egy nagyon fontos, tehát a turisztikai szempont is egy kalkulálandó tényező, hanem az itt élők lelkületében ez az egész mit okoz, szerintem ez a legfontosabb, hiszen ez egy, ha úgy tetszik, pénzherdáló fesztivál, ez nem egy piacorientált, nem nyereség érdekelt fesztivál, itt a nyert pályázatokból kapott pénz nagy részét úgymond elherdáljuk mindenféle ingyenes programra. De azt hiszem, hogy az nem forintosítható, hogy ez mit okoz az emberek lelkében, az itteniek önbecsülése, büszkesége, öntudata, szűk környezetük, lakóhelyük, szeretete, terén, mit okoz bennük, milyen pozitív változásokat, és szerintem ez tényleg nem mérhető a matematika nyelvén. És mit elérte célját a fesztivál, mi szerint a nevetés mindenki? Igen, én azt hiszem, hogy ez alapvetés volt az első pillanattól kezdve, ahogy az anyagi lehetőségeink bővültek, úgy ezt egyre jobban kihasználtuk, idén is voltunk ugye a börtönökben, pszichiátria intézet, kórházak, gyermekvédelmi otthonok, speciális intézmények, ahol sérült gyerekekkel foglalkoznak. Tényleg azt gondoljuk, hogy a nevetés mindenkinek kijár. A derű az demokratikus alapjog kéne, hogy legyen. Lesz 14. Vidor Fesztivál is Nyíregyházán? Mi nagyon bízunk benne. Egyrészt már hozzátartozik itt színházon belül az életünkhöz. Azt érezzük, hogy a nyíregyháziaknak is már az éves elfoglaltságot mutató naptáruk is kezd egy kicsit azt szerint összeállni, hogy lesz-e Vidor és mikor lesz Vidor. Természetesen attól függ, nem a mi szándékunkon, tenni akarásunkon, hanem hogy tudunk erre pénzt szerezni. Nagyon biztató jeleket kaptam részint a városvezetéstől, részint pedig a minisztériumtól, a Nemzeti Kulturális Alaptól. Egyre többen kezdik azt őszintén vallani, magukévá tenni, hogy az ne csak egy szlogen legyen, egy elpufogtatott lózunk, hogy kulturális esély, egyenlőség és vidékfejlesztés. Köztudott, hogy ebben a régióban a családok büdzséjében hátrébb szorul a kulturális
kiadásokra fordítható tétel. Ezen próbálunk mi segíteni, hogy ne csak beszéljünk arról, hogy kulturális esélyegyenlőség, hanem valóban tegyünk is ezért. Igazi nagy üzem van itt a színházban, a Vidor Fesztivál utolsó előadása következik, de közben próbál négy produkció is. 20-án és 27-én ismét bemutató lesz a Móri Zsigmond Színházban. Igen, ismét. Igen, az első egy ős bemutató lesz, Rimszki-Korszakov Seherezádé tánc szittyéből készül óvodáskorú nézőinknek egy előadás, Kardos Tünde alkalmazta színpadra az 1001 éjszaka meséit, a koreográfus rendező Krámer György, és 27-én pedig a Herr című világhíres musical kerül színpadra.